Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 200 millió euró összegű államilag garantált hitelt hagyott jóvá az Ukri Hidrenergo számára. Számolt be a Gyevropejszka Právda a bank sajtószolgálatára hivatkozva. A kölcsön két részből áll. Maximum 150 millió euró a nyiprói és középnyiproi erőmű berendezéseinek beszerzésére, valamint 50 millió eurót az Ukri Hidroenergo rendkívüli likviditási támogatására költenek. Kell. A hitelkeretet két, egyenként 100 millió eurós részletre osztják. Az egyiket az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank finanszírozza, a másikat... Olaszország által megelőlegezett források terhére. A projekt megvalósítása megerősíti Ukrajna energiabiztonságát a nyiprói erőmű négy hidroblokjának cseréjének köszönhetően, amelyek a 2003 óta tartó, hosszú távú üzemeltetés és a rakétatámadások következtében elhasználódtak, áll a bank közleményében. Az előrejelzések szerint a vízerőmű teljes termelési kapacitása a blokkok cseréjét követően várható 16%-kal növekszik, a rendkívüli likviditási támogatás pedig segíti a társaságot pénzügyi helyzetének és működési tevékenységének erősítésében.